Üdvözlöm Önöket! Tölgyesi György vagyok. Ezúttal a vagyonvédelmi érzékelés, az érzékelők fontosságáról készítettem egy nagyon rövid kis videót. A vagyonvédelemnél, higgyék el, minden az érzékelésen múlik, illetve az érzékelőkön. Legyen szó, ha belegondolnak, akár személyes, akár mechanikai, akár elektromos, villamos, vagy akár a legkorszerűbb elektronikus vagyonvédelmi intézkedésekről is. Most bemutatom Önöknek az egyik legsokoldalúbban használható, legpraktikusabb érzékelőt, ezt a magyar fejlesztést. Amit itt láthatnak, az a mobil rádiótelefonos riasztónahoz lett kifejlesztve itt Magyarországon. Felsorolom, hogy mitől is praktikus ez az eszköz. Most belenyúltam az egyiknek az érzékelési sávjába. Rádiófrekvenciás, ami azt jelenti, hogy vezeték nélkül működik. Itt van egy kis digitális rádióadó benne. Ennek a ható távolsága nyílt terepen 100 méter. Ez azt jelenti, hogy ezen a 100 méteres körön belül kell elhelyezni a központot. Pontosabban a központtól maximum 100 méter távolságban lehet az utolsó kaptár, amiben ezt beleteszik. Nagy biztonságú, egy a 10 millióhoz digitális titkosító kóddal működik. A kódolást ráadásul, a kikódolást ráadásul egy szabadalom teszi lehetetlenné. Tehát például egy olyan eszközzel, amivel a kocsikat kikódolják, ezt nem lehet kikódolni. A mérete mindössze 7x4x2 cm-es. Hogyha ezt beleteszik egy ilyen simító záros kis zacskóba, ami most itt nincs a kezemügyében, akkor az élettartama, elgondolhatják, abban a nedves párás kaptárba odaben megsokszorozódik. Így is bír pár évet a tapasztalat szerint, de amúgy megsokszorodik. Egy 12 voltos riasztó elem van benne, amit itt láthatnak. Na most, amennyiben nincs esemény, akkor ez a 12 voltos tartós elem, ami egyébként árban foglal tartozék, a következő évben is használható. Ugyanis ez csak akkor fogyaszt az áramot, egyébként nulla az áramfelvétele, hogyha aktiválódik, vagyis billenéskor. A billenés érzékelő ez a kis csövecske, amiben ilyen aranyozott gulyók gurulnak, és a már 2 foknál jelez. 2 fokos elbillenésnél jelez. Különféle alkalmazásokhoz ez kézzel, vagy egy csipesszel állítható a garancia megsértése nélkül. Különböző 2 és 25 fok között állítható. Most a 2 fok az túlérzékeny, az arra akkor van szükség, hogyha mondjuk egy konténert védnek vele, leteszik a konténernek a padlójára, és amikor talpalják, föltétlen meg fog billenni a konténer, és ez a konténernek már letalpaláskor való billenését már észreveszi. Ez a sziréna egyébként nem szól, hogy elriasszarja a betörőket, ezt csak most a szemléltetéshez használom, valamint Önök akkor használják, amikor kihelyezik a kaptárakba az érzékelőket, és ezzel ellenőrzik, hogy van rádió kapcsolat, mert ez a sziréna, ami most le van butítva, 100 méterről még nagyon jó hallatszik, és ez jelzi, hogy van rádió kapcsolat, hogy hányat kell tenni kaptáronként, Önök pénztárcájától függ, és Önök, hogy mekkora kockázatot vállalnak. Most a körülbelül 6 az átlaga az eddig eladott készletek szerint, körülbelül Önök 6 kaptáranként tesznek. Van, aki 10 kaptáranként, van, aki sűrűbben, van, aki 2-3 kaptáranként, attól függ, hogy milyen elkövetésre számítanak. Most elmondok néhány alkalmazási példát. Elsősorban kaptárban lett kifejlesztve, tehát ha megbillentik, de el kell mondani, hogy ez akkor is jelez, hogyha mondjuk nem jól alapozták meg a kaptárnak helyet, és van egy nagy esőzés, és megbillen a kaptár. Akkor is jelez. Akkor is jelez, hogy oda megy egy vaddisznó, és föllöki, vagy egy szarvas, aki föllöki. Önöknél ez is 30-40 ezer forint értékről van szó, önöknél ez is esemény, tehát megéri már akkor is kimenni, hogyha egy vaddisznó löki föl, és ez azt is jelzi.
konténereket már említettem, letalpalás érzékelő, és akkor jönnek a méhésztanyák. Ez nagyon tág teret az önök egyébként legendás kreativitásának nagyon nagy tág teret ad. Különböző transmissziókat szoktak alkalmazni, nyilázárokat védenek, vagy egyszerűen ráteszik ezt a valamit egy valami érték tetejére, legyen az egy kis gép, vagy legyen az egy méztartály, vagy egy pörgetőgép, vagy egy bál a cukor, és ha az illető oda megy csak azért, hogy megnézze, hogy mi a fene ez, már akkor bejelez, de ha elmozdítja azt a valamit, akkor is be fog jelezni. Tehát egy kis gépet, egy rotációs kapát például. Mutatok még egy érzékelőt, ez is csipogni fog. Ez pedig ugyanolyan hatótávolságú, ugyanolyan rádiófrekvenciás, ugyanolyan digitális nagybiztonságú kóddal rendelkező beltéri mozgásérzékelő konténerekhez, illetve méhésztanyákhoz, meg aztán egy csomó más alkalmazáshoz. Hogy mire jó ez, hogy lehet kezelni, hogy lehet kitelepülni vele a részletekről pedig, ezen a két filmen tájékozódhatnak. 2 éve fent van a Kaptárriasztó című film a YouTube-on, és mindössze talán 2 hete van fenn a Kaptárriasztó külön vesző röviden címe, ez csak egy 15 perc, mert ez volt 36 perces. Remélem ezzel, amit pedig most csináltam, ez belefért 2-3-4 percre, amit esetleg, ha idejük enged, majd végignéznek. Köszönöm a türelmüket, Isten áldja önöket!